az idén 120 esztendős Ferencvárosi Tornaklub és az Ökumenikus Segélyszervezet a 2014-ben megkötött stratégiai együttműködésük jegyében újabb közös jótékonysági eseményt tartott. A karitatív rendezvény keretében a Penzió Magyarország Kft. Támogatásával rászorulók részére osztottak ebédet az FTC sportolói a Grupama arénában. Azt gondolom, hogy mindenki, akinek lehetősége van rá, és aki megteheti, annak úgy a kötelessége gyakorlatilag segíteni azokon az embereken, akik tényleg erre rászorulnak, és hogyha időnként gyűjtésekkel, időnként ételosztással tudunk nekik néhány szép percet varázsolni az életükbe, akkor azt gondolom, ezt meg kell tennünk. Nagyon fontos, hogy segítsünk másoknak, és én is tényleg örömmel jöttem, és örülök, hogy tényleg ennek részese lehetek. Jó látni, hogy tudunk segíteni az embereknek, és tényleg némi örömet okozni ezzel. Tehát az ökumenikus szeretetszolgálat, vagy segélyszolgálat ugye nem idegen száll tőlem, tehát én próbáltam akár ilyen felajánlásokkal, telefonhívás, utalással segíteni. Volt korábban, hogy mi is kezdeményeztünk ilyen jótékonysági akciót. Nem akarok belemenni, mert ugye most nem arról szól az egész, hogy magunkat fényezzük, de tényleg, ahol tudok, én próbálok segíteni. Jó érzés szerintem segíteni, és jó érzés szerintem felhívni a figyelmet erre, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van a környezetében olyan ember, akinek lehet nehezebb a sorsa, és nem tehet meg mindent a családjáért, esetleg nem is telik úgy ételre, és úgy gondolom, hogy mindenki a magától telhető módon tud segíteni. Volt egy fagyat, hozzon egy kis teát. A visszajelzésekből hallottam, hogy a tea például többeknek nagyon ízlik, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy tényleg olyan ételt sikerült nekik szervírozni, amit jó ízűen fogyasztanak, és remélhetőleg azért a mai napot megkönnyítik számukra. Nyilván mindenkinek kellett, hogy egy adag étel jusson, illetve ha valaki azt mondja, hogy szeretett volna még egy adagot, természetesen viszünk. Ha lehet, beszélgetünk az emberekkel. Tényleg az a célunk, hogy innen kicsit vidámabban, egy kicsit pozitív élményekkel távoznak innen, természetesen jól lakva. Szerintem mindenkinek jól esik tényleg egy kis törődés, főleg, hogyha ilyen körülmények között kell sajnos élniük. Én bízom, szerintem mindenki természetesen jól fogadja ezt, és nagyon hálás. Ugyanolyan emberek, mint mi, én azt gondolom, hogy szociálisan azért mindenki érzékeny kellőképpen, és ilyenkor azért mindenkit megérint az, hogyha látja azt, hogy emberek milyen nehéz körülmények között élnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg azért ilyenkor nekünk is egy tükröt tart a társadalom azon szegmenséről, ahol azért tényleg nem minden szép és jó, és látjuk azt, hogy ugye ilyen körülmények között is élnek emberek, akiknek tényleg ez az egy tálétel is már nagyon nagy örömet tud okozni, hogyha ha ez biztosítva van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg mindenki nagyon, nagyon pozitívan állt ehhez az eseményhez, és tényleg próbálunk is nekik azzal is örömet szerezni, hogy beszélgetünk velük, leülünk hozzájuk, hogyha esetleg repetát kérnek, vagy szeretnének elvitelre kérni, akkor azt megoldjuk valahogy, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális dolog, és szerintem mindenkinek ez automatikusan jön, hogy ilyen nyitottan és barátságosan állunk hozzájuk. Csak ez így kiegyensúlyozzák egymást, nem? Hát de ne annyit, hát fogor most nem lesz munkája ennyi almátorunk. Látod, itt meg almát kérni, látod? Hogy változik a világ? Én úgy gondolom, hogy azért nem feltétlenül mindenki tudja, hogy mi sportolunk, vagy kik is vagyunk mi igazából. Maga itt szerintem az volt a jó, hogy volt, akik beszélgessenek. Igazából szerintem már maga az is egy ilyen nagyon jó érzés volt nekik, egy gesztus, hogy ételt adtunk és enni adtunk, mert ez szerintem minden embernek fontos. És igen, úgy volt az elején, csak igazából vittük ki fel az ételeket, a teákat, és úgy megköszönték. És a végére már, amikor majdnem végeztünk, jöttek a kérdések is, és akkor úgy szóba elegyedtünk több emberrel is, úgyhogy szerintem egész jól sikerült. Miről kérdezkedtek titeket? Hát például arról, hogy mi a
mi a sportágunk, mivel foglalkozunk. Igazából volt, aki arról kérdezett, hogy honnan jöttem, érdekes, hogy volt olyan, akivel pont sikerült úgy összefutni, akinek a családja, vagy ő régebben Balmazújvároson lakott. Ugye mondta is, hogy úgy sajnálta, hogy kiesett például a Balmazújváros, de azt nem tudta, hogy én ott játszottam, tehát olyan érdekes összefonódások voltak még ebben a kis környezetben is, hogy meglepett, úgyhogy jó érzés volt elbeszélgetni velük. Ez mindig számomra egy lelkileg egy kicsit megterhelő, mert ha igazán belegondolok úgy mélyen, hogy mások a mindennapjaikat milyen nélkülözésben élhetik, akkor olykor elszörnyűködök. De azért nem is akarok mindennek hátat fordítani, úgyhogy próbálom megtalálni az arany középutat, hogy azért nem felcsapva csak önkéntesnek úgymond, hogy mindennapjaimat így élem és segítsek, de nem is hátat fordítani, és amikor lehetőségem nyílik rá, akkor igenis segítsek, vagy akár ha ezzel is, mint most, hogy a figyelmét másoknak vagy az országnak felhívni erre, hogy ez milyen fontos. Ami 300 adag ételből megmaradt, azt az esti meleg konyhán osztják ki vacsorára.